Jó estét kívánok! A Zemplén Televízió hírműsorát látják augusztus 6-án péntek este 7 órakor. Nézzük most legfontosabb híreinket egy-egy mondatban. Elismerésben részesült Bekéné Zelenc Katalin, a Sátoraljaújhelyi Kossuth Gimnázium egészségügyi szakoktatója. Szerencsés kimenetelű baleset történt a Pácini szennyvíztisztító telepen. Kormányablakbuszt vehettek igénybe a tiszakarádiak. A szakképzésben nyújtott magas színvonalú munkájuk elismeréseként a szakképzésben oktatók számára minden évben kiosztják a szakképzési díjat. Idén Bekéné Zelenc Katalin, a Szerencsi Szakképzési Centrum, Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Technikum Szakképzőiskola és Gimnázium egészségügyi oktatója részesült az elismerésben. Dr. Palkovics László, innovációs és technológiai miniszter jóvoltából. Bekéné Zelenc Katalin 2006-ban kezdte meg egészségügyi szakoktatói munkáját a Kossuth Lajos Gimnáziumban, ahol azóta is folyamatosan szervezi a különböző egészségügyi témájú versenyeket. A Csodálatos Emberi Test című vetélkedője bekerült az Európai Szakképzési Hét programjai közé is. A számára odaítélt szakképzési díjat nagy elismerésnek tartja. Nagyon örültem neki, mert ez egy olyan magas szintű miniszteri elismerés, ami szerintem nagyon ritkán adódik az ember életében. De azt mindenképpen el kell mondani, hogy ugyanaz ember teszi a dolgát folyamatosan is, amit csak lehet megpróbál megtenni, de mindenképpen szükség van a mindenkori iskolavezetésnek a támogatására, a kollégáknak a támogatására, és természetesen a családnak a segítségére, támogatására is, de ugyanakkor a gyerekek is részesei annak, hogy eddig el tudtam érni, és ezt a díjat megkaphattam. Bekéné Zelenc Katalin a tanórákon személyes tapasztalatait is beépíti pedagógusi munkájába, hiszen ezt megelőzően a sebészeti intenzíven, illetve a központi intenzív osztályon dolgozott diplomás ápolóként. Mi motivált a tanításra? Azt, hogy az ápolás és a tanítás, ennek a két gyönyörű hivatásnak az egysége van meg ebben a szakmában, ebben a szakterületben, ahol én tevékenykedem. Ez nagyon fontos, és az, hogy olyan ápolói nemzedéket nevelhetek, ha lehet így fogalmaznom, akik a következő idő betegeinek az ellátásában részt vehetnek. Szerintem ez egy nagyon csodálatos dolog, és fantasztikus részese lenni annak is, hogy a fiatalok bekerülnek 14-15 évesen ebbe az iskolába, és 4-5-6-7 év után milyen csodálatos személyiségekké tudnak válni. Nyilván ez nem csak az iskolának a hatása, de hogy ennek a részese lehetek. És ezt is megélni, megtapasztalni, ez számomra nagyon motiváló és nagyon felemelő. Katalin elmondta, a tanítás mellett helyi és környékbeli iskolákban, intézményekben rendszeresen tart tanulásmódszertani és egészségügyi előadásokat is. A szakképzési díjat augusztus 25-én ünnepélyes keretek között Vácon veheti majd át. Szerencsés kimenetelű baleset történt a Pácini szennyvíztisztító telepen. Üzemzavar miatt kezdték meg a szakemberek a hibaelhárítást egy kútszerű aknában. Az ott található szerelvényekre történő leszállás után a szerelőpáros egyik tagja megcsúszott, elesett, elájult, mert a mellettük lévő szennyvize gyűjtő aknában képződő gázok egyik aknából a másikba átszivárogtak. A segítésére siető kollégája is hasonlóképpen járt. Szerencsére a telepen lévő munkatársak mindkét sérültet gyorsan kihúzták az aknából. A gyors és azonnali segítségnyújtásnak köszönhetően nem történt tragédia a Pácini szennyvíztisztító telepen. Éppen egy üzemzavar elhárításán dolgozott a Zemplén vízmű szerelőpárosa, amikor a szerencsétlen baleset megtörtént. A Pácini négyes átemelőnél üzemzavar keletkezett, amire az előírásoknak megfelelően a szolgáltatási ágazatunk az meg is mozdult, ki is ment, és elkezdte a hiba elhárítást végezni. A lényege, hogy egyértelmű legyen, egy nyomott ágnak a dugó tisztításáról lett volna szó, nagy nyomású vízhálózatról, úgynevezett VOMA típusú tergépjárműn keresztül, és ennek az előkészítése folyt. Az aknába, ami egyébként 180 cm mély,
tehát nem kútszerű, kútszerű, de nem drasztikusan mély, szerelvények voltak benne. Ez a szerelvényre történő leszállás a szokásos aknahágcsókon keresztül történik, de az első kollégánk, mert ugye szerelő párba kell dolgozni, az első kollégánk megcsúszott, elesett, olyan szerencsétlenül esett el, hogy egyszerűen elájult azért, mert a mellette lévő szennyvizet gyűjtő nagy akna, ahol a szivattyú elviszi onnan a szennyvizet, a betonfalon keresztül az ott képződő gázok folyamatosan a korábbi időszakot tekintve is átszivárgott a úgynevezett száraz aknába, ahol dolgozniuk kellett volna. Erre segített a kollégája, a szerelőpárba, ő is ment le, hasonlóképpen járt, és az volt a szerencse, hogy a környéken dolgozó kollégák azonnal fölismerték a helyzetet, és segítettek. Magyarul mindkét kollégát, a saját kollega társai kihúzták az aknából. A balesetet követően a sátoralja újhelyi mentők, egy mentőhelikopter és a Ricsei mobilmentő is a helyszínre sietett. A mentőhelikopter vezető főorvosa súlyos sérültet, aki feltehetően törést szenvedett, de sérülésének kivizsgálása még tart, kórházba szállította. A jövőt illetően olyan egyedi utasítások alapján lehet most már náluk majd beszállni ezekbe az aknákba, hogy ezt a biztonságot ki tudjuk védeni. Jelen pillanatban a szakmai szövetség semmit nem ír elő ezzel kapcsolatosan, ezért nekünk kell lépni saját dolgozóink érdekébe, hogy a jövőt illetően hasonló jelenség ne forduljon elő. Hadd mondjak példát, ugye nemrégen fejeződött be a sárospataki derogációs szennyvíz program végrehajtása, ami kapcsán mi, az emplini vízmű szolgáltatói, a tervezővel és a kivitelezővel ragaszkodtunk ahhoz, hogy ezek a szennyvíz átemelők, amik szintén patakon ugyanilyen rendszerűek, felújításra kerülnek, úgy kerüljönek felújításra, hogy ahol a nyers szennyvíz tartózkodik az átemelőbe, az kapjon felújítása során egy olyan műanyag fólia borítást, hogy gázszivárgás ne fordulhasson elő a mellette lévő szerelőaknába. Lakatos István, az Emplén vízmű ügyvezetője elmondta, jelezte a szakmai szövetségnek, hogy központi szakmai előírási ajánlatot kellene tenni a jó és rossz tapasztalataik alapján. Az ágazatvezető főmérnöknek elmondta, olyan oxigénmérőre lenne szükség, mely fixen telepítve van az aknákba, ezáltal a dolgozók mindig látnák, van-e elegendő oxigén odalent vagy sem. A mobilizált kormányablak ügyfélszolgálat, vagy más néven kormányablak busz egy ügyintézésre felszerelt kis busz. Olyan településeket lát el, ahol nem működik állandó jelleggel kormányablak. Ezzel megkönnyítve a kis településen élők ügyintézési folyamatait. Havonta egyszer Tiszakarádon is lehetőség van igénybe venni ezt a szolgáltatást. Egy mobilizált kis busz járja a Bodrog köz kis településeit is, főleg olyan helyekre tér be, ahol nincs vagy nem működik állandó jelleggel kormányablak. A mobilizált ügyfélszolgálat meghatározott időpontokban meghatározott ideig vehetők igénybe. A busz teljes felszereltségű, így minden ügykör elérhető benne, mintha egy kormányablak irodába térnénk be. Ez a szolgáltatás főleg az időskorú lakosságra nézve pozitív, így ha bármilyen személyes okmányukat pótolni szeretnék, meghatározott időpontokban ezt meg is tehetik. Tiszakarádon is elérhető ez a szolgáltatás. A kormányablak busz havonta egyszer érkezik a településre. Hát a kormányablak busz az nagyszerű segítség a településnek, ugyanis ha valakinek problémája van, nem kell elutazni, és ugye itt meg tudja helybe csináltatni, és nem kell bemenni például a járási székhelyre a kormányablakba, amit megcsinálnak mindenféle. Nagy segítség, az biztos. Most már ismerik a helyiek a lehetőséget, és járnak is ide, és ugye nagy örömmel vették, hogy megoldottuk ezt a problémát, és hogy nem kell utazni, főleg az időseknek. Nagy segítség a település számára, mondom már csak az utaztatás miatt is ugye nagy segítség, mert itt van helyben, és el tudják azt intézni, azt, amit ugye egy napba kerül, aztán intézik itt akár 10 perc alatt is.
Ez a szolgáltatás a Tiszakarádon élő idősek, akik koruknál vagy élethelyzetükből kifolyólag nem tehetik meg, hogy elutazzanak, nyújt főként megoldást. Kényelmes és megbízható segítséget tudnak kínálni az ügyintézésben. Az idősebb, akiknek ugye kevés nyugdíja rendelkeznek, meg ugye nem is ismerik annyira az útirányokat, mint valamikor, meg a mostani fiatalok ugye valamikor a vonat járt, azzal mentek, most már ugye busszal kell járni. A közlekedés olyan, aminek lenni kellene, tehát van ennek sok hátránya, de mivel itt a kormányon, ez meg sok előnnyel jár. Lemaradva azt hiszem az önkormányzatnál az időpontok, hogy mikor jönnek, én nem tudom pontosan elpillanat ezeket, hogy tehát melyik időszakban jönnek, de általában ha minimum havonta biztosít szokott lenni, havonta biztosít van. A kormányablak busz sok előnnyel jár, mivel a jármű teljesen felszerelt, így a szolgáltatást igénybevevők akár benyújthatják kérelmeiket hatósági ügyekben, illetve teljes körű tájékoztatást kaphatnak az eljárás menetéről. Augusztus 4-én tért be az 50 000. Látogató a Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeumába. A pandémia miatt bevezetett korlátozások miatt csak májusban nyithatott ki a Sárospataki Múzeum. A tapasztalat azt mutatja, hogy idén nagyobb a belföldi turizmus, és sokan az ország különböző pontjairól érkeznek a kulturális örökséghez. A Sárospataki Rákóczi Múzeum kedvelt a turisták körében, ezt az is mutatja, hogy augusztus elején már több mint 50 000 látogatták meg. Ebben az időszakban főként családok érkeznek, és nagy létszámban látogatják meg a kiállításokat. Örömteli, hogy augusztus 4-én elértük az 50 000. Látogatót az idén. Tudni kell, hogy nem voltunk nyitva télen, tavasszal, mindössze május 8-án nyithattunk ki, és ez idő alatt értük ezt el. Még a pandémia előtt általában augusztus 20-án, vagy azt megelőző napon lett a 100 000. Látogató köszöntve. Tehát tavalyi furcsa évben léptük ezt meg, hogy már az 50 000. Köszöntjük, és így volt ez tegnap is. Egy Budapestről érkező család váltotta meg az 50 000. Jegyet. A múzeum egy meglepetés csomaggal lepte meg a családot. Kis könyvajándékkal köszöntöttük őket. Ez azt is jelzi, mint amit mi is tapasztalunk, hogy ebben az esztendőben több a látogató a tavalyihoz képest, pedig tavaly is nagyon-nagyon sok látogató volt a térségben, és nálunk is, és ezt látjuk bevétel szempontjából is visszaköszön ez, hogy több a látogató. Július-augusztus, reméljük, hogy hasonlóan magas látogatószám lesz ebben a hónapban is. Tavaly még szeptember is nagyon szép eredményeket hozott. Időjárás, és tudjuk, hogy a járvány helyzet is befolyásolhatja azt, hogy az országban hogy mozognak az emberek, az érdeklődők, a turisták. Az állandó kiállítások népszerűek, azonban az időszaki kiállítások látogatottságára sincs panasz, tette hozzá az igazgató. Természetesen a Rákóczi kiállítás az örök, de örömmel tapasztaljuk, hogy a kis fegyver kiállításunkat is nagyon szívesen nézik és ajánljuk. Vöröstorony ágyöntő műhely és szép számmal teljesít. Azt látjuk, hogy az ágyöntő műhely is a tavalyihoz képest is egy picit többen látogatják, tehát minden kiállításunknak megvan a maga közönsége, a kazamatát is nézik, a Rákóczi időszaki kiállításunkat is, tehát több kiállítással olyan kombinációi vannak a kiállításoknak, én magam is, amikor fönt vagyok, látom, hogy nagyon van, aki két kiállítást, de mondjuk a Rákóczit és a fegyvert, van, aki a Vöröstoronnyal kombinál valamit össze, tehát sok variációban, és van, aki csak egy kiállításunkat nézi meg, mert siet. A pandémiás időszak előtti években ilyenkor a 100 000. Látogatójukat ünnepelték, azonban idén ennek a számnak a felének is örülnek a múzeum dolgozói. A Bodrog folyón is számíthatnak a vízi járművel közlekedők ellenőrzésekre, mivel egyre népszerűbb a víziturizmus. A Tiszai Vízirendészeti Rendőrkapitányság illetékesei rendszeresen ellenőrzik a folyók forgalmát. A hajózással összefüggő, valamint a vízi közlekedési szabályok megszegésével elkövetett szabálysértések esetén lefolytatják az eljárásokat és intézkednek, ha kell.
Egyre több vízi jármű közlekedik a Bodrog folyón is, hiszen egyre népszerűbb nem csak a helyiek, hanem a térségbe érkező turisták számára is. A baleset megelőzés és a szabálysértések elkerülésének érdekében a Tiszai Vízirendészeti Rendőrkapitányságnak illetékesei folyamatosan ellenőrzik a folyók vízi járművel történő forgalmát. Egyre frekventáltabb a Bodrog folyó is a turizmus szempontjából, illetve a nyaralóhajózás, ez egy viszonylag új keletű dolog Magyarországon, ami nyilván egy Franciaországban, vagy egy nyugati országokban egy csatornahajózás, az 30-40 éves múltra tekint vissza. Az a lényeg, hogy a viszonylag nagyobb testű hajókat képesítés nélkül egy bizonyos kijelölt vízterületen lehet vezetni. Ez vonzza a turistákat, vonzza azokat az embereket, akik nem akarnak úgymond szállásra menni, hanem például egy ilyen lakóhajószerű testen akarnak aludni, és az egész nyaralásukat vízen, vízparton tölteni. És mivel egyre nagyobb számban jelennek meg az ilyen hajók is, meg a turisták is egyre többen látogatják a Bodrog folyó vizeit, vízpartjait, ezért szükség volt a vízirendészet munkájára. Többféle vízi jármű közlekedik ezen a területen, fontos, hogy biztosítani tudják számukra a biztonságos közlekedést. A vízterület nagyságához képest viszonylagosan nagy a hajóforgalom. Elsősorban kisgéphajó, illetve jetski forgalmat kell érteni rajta, de ugyanúgy ilyen nagy testű nyaralóhajók is megjelennek. Mindemellett megjelennek a vízisport kedvelő személyek, tehát vízisíket húznak, különböző fánkokat húznak nagy teljesítményű motoros csónakok után, illetve a horgászok is szeretik azt a vízterületet, tehát horgászcsónakok is nagy számban fordulnak elő. A rendőrkapitányság és azon belül is a Tokaji Vízirendészeti Rendőrös működési területének része a 0 folyamkilométer és az 51,1 folyamkilométer közötti Bodrog szakasz, ami a teljes magyarországi szakaszt foglalja magába, és a teljes szakaszt így a Tokaji Őrs, az Olaszliszka és a Sárospataki szolgálati hely bevonásával ellenőrzi folyamatosan. A vízirendészet folyamatosan ügyel a folyókon történő balesetek megelőzésére, ezért gyakran tartanak ellenőrzéseket. A Tiszai Vízirendészeti Rendőrkapitányságnak többfajta víziközlekedésre alkalmas jármű áll rendelkezésre, melyekkel a feladataikat nagyobb hatékonysággal tudják ellátni. Hírműsorunk végén nézzük most legfontosabb híreinket még egyszer egy-egy mondatban. Elismerésben részesült Bekéné Zelenc Katalin, a Sátoraljaújhelyi Kossuth Gimnázium egészségügyi szakoktatója. Szerencsés kimenetelű baleset történt a Pácini szennyvíztisztító telepen. Kormányablakbuszt vehettek igénybe a tiszakarádiak. Kedves nézőink, megköszönöm mára megtisztelő figyelmüket. A legfrissebb hírekkel és információkkal hétfőn este 7 órakor a megszokott időben várjuk Önöket. Tartsanak velünk, viszontlátásra!